Ültessünk gyümölcsfát a múltra emlékezve a jövő számára. Jelképezze ez a fa, hogy a reformáció termékeny talajra talált Magyarországon, mélyen meggyökeresedett és nap mint nap termi a híd gyümölcseit. Áll Hafenscher Károly miniszteri biztos és Nagy István miniszter helyettes évelején kiadott közleményében. A Reformáció Emlékbizottság és a Földművelésügyi Minisztérium a reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódóan minden magyarországi protestáns gyülekezetnek szeretne lehetőséget adni egy-egy gyümölcsfa elültetéséhez. Azt gondolom, hogy a reformáció 500. éve alkalmából sok-sok emlékezési helyszín, emlékezési lehetőség van. Magyarország kormány erre egy emlékbizottságot alapított. Az emlékbizottság fával ajándékozza meg azokat a közösséget, akik abban az élő egységgel, amit egy fa jelenthet, a gyerképpel, a több száz éves lehető életével, azt gondolom, hogy az életnek a jelképe. Péntek délután Máté Szalkán, Kálvin János szobra mellett ültették el az ajándékba kapott almafát. Luther azt mondta, hogy ültessen mindenki egy almafát. És hát a mi egyesületünket megkérte dr. Birkás Antal, aki az egyik koordinátor ennek az eseménynek, hogy mi segítsünk be. És hát így az egyesület polgármester úr segítségével is kap egy fát, elültetjük itt a Kálvin téren, illetve ki lesznek osztva az almafák azon egyházközségeknek, akik igényelték. Az eseményen részt vett Nagy István parlamenti államtitkár is, aki kiemelte, reméli, az almafa a jövő számára hordoz igen fontos üzenetet és feladatot. Igen, szükséges a mai nap is, hogy gyökeret verjünk. És úgy, ahogy az almafa jó termőföldbe ültetődik, azt reméljük, hogy az ige magva is jó termőtalajra hullanak a mi szívünkben. És ahogy a reményeink szerint az alma majd megnő és hozza a jó gyümölcsöket, minél nagyobb mennyiségben, úgy a mi életünkben is mindazok az igen magvak, amelyek belénk hullanak és gyökeret vernek, azok az életünkben is megtermik a maguk jó gyümölcseit. Azt reméljük, hogy nem csak bennünk, hanem egyre több emberben, az egész társadalomban. A faültetés és a reformáció 500 éves évfordulója emlékére az almafa tövében emléktáblát is állítottak.